Mint hogy az sem illik, ami Kodály Székely fonójával történt, elvették a mű eredeti történetét. Tehát elvették, gondoltam, ide kitalálok valamit, és most bemutatom a rossz feleség balladáját az új műből, melynek címe nem Székely fonó, hanem Fésűs fonó, és a rossz feleség nem bálba jár, hanem szakszervezeti gyűlésre. Jó! Anyám, mert mosogat édesapa. Várj, lányom, egy kicsit, hozzászólok egy kicsit, mindjárt én is megyek, egyet-kettőt lódítok, mindjárt otthon leszek. De a rossz feleség nem ment haza, már este 8 óra, és a szakszervezeti gyűlés még mindig tart. Jön az a édesanyám. A nagy mosást tart, édesapa. Várj, lányom, egy kicsit, segítsünk egy kicsit, a bélyeg pénzbe szedem, egy angétot rendezek, mindjárt otthon leszek. De rossz feleség nem ment haza, éjfél van, és a szakszervezeti gyűlés még mindig tart. Jöjjön az a édesanyám, a kútba ugrott, édesapa. Jaj, a kútba, ki fog főzni holnapra, mert én főzni nem tudok, az üzemben kosztolok, s mert üzemben kosztolok, ez B-titkár maradott. Köszönöm szépen!